Közeleg az adventi időszak. Egy frissen megjelent könyv abban segíti az olvasót, hogy az adventi várakozást jobban átélhesse, és a karácsonyi ünnepre jobban fel tudjon készülni. Itt az asszonyok ülnek, itt a férfiak ülnek, ott hátul is asszonyok. Ezek többnyire a vendégpadok, ott is férfiak, az a papiszék, ez a nyugdíjas papiszék, az a papnép adja. Újvárosi Katalin unitárius lelkész, jó mesélő. A székelyudvarhelyi gyülekezetben szolgál, de Székelyderzsben él, így mindig szívesen mutatja meg a látogatóknak a világhírű vártemplomot, és mesél az ott látható több mint 600 éves falképek történetéről. Érdekes egyébként tüzetesebben és alaposabban megvizsgálni, hogy a Kun vitéznek lángok csapnak ki a nyelvéből, tehát azért itt képi üzenet is van bőven a sztori mellett, úgymond. Ige hirdetései során rendszerint közvetlen, mégis megragadó hangon szólítja meg a híveket. És arra hívok mindenkit, hogy ez imádkozás és Isten tisztelet alatt nyitott lélekkel és nyitott szívvel legyenek jelen a helyen. Mert bizonyos vagyok abban, hogy egy templomban nem lehet úgy Istenhez fordulni, úgy imádkozni, nem lehet úgy kiértékelni, tervezni, nem lehet úgy álmodni, ha nem merjük megnyitni a szívünket. A szemléletes és fordulatos mesélés képessége a lelkésznő írásaiban is megjelenik. A Menjünk el Betlehembe címmel megjelent könyvében, mintha kézen fogná az olvasót, hogy elvezesse a karácsony lényegéhez, miközben imádságokkal, versekkel és bibliai történetekkel hangsúlyozza, hogy az ünnepek tulajdonképpen mérföldkövek minden ember életében. Igen, tényleg meg kell tanuljunk újra ünnepelni. Egyrészt azért, mert annyi minden rárakódott az életünkben, ami már nem arról szól, ami eredetileg az ünnep, hogy muszáj ezeket lehámozzuk, mint egy hagymát, ahogy a szirmokat leszedjük róla, ezért meglátni és megtapasztalni a lényeget. Azért mérföldkövek, mert kiemelnek a hétköznapokból. Megállásra késztetnek, visszatekintésre, adott esetben hálaadásra, és ugyanakkor előre is. És ezért tud ez egy ilyen gyönyörű és egyedi pillanat lenni. A kötet első része főleg a gyerekeknek és a kisgyerekes szülőknek szól, míg a második fejezet a felnőtteket és a házaspárokat szólítja meg. Mindkét részben 24 olvasmány és ugyanannyi feladat jut az adventi időszak minden napjára. Alapvető feladatok, kérések a szülők fele az, hogy általában ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben próbáljanak leülni és egy kicsit elcsendesedni. A feladatoknál pedig azt tartottam szem előtt, hogy ne a piros orrú Rudolfokat szajkózzuk, ami nem a mi kultúránknak a része, hanem pontosan a mi kultúránk betlehemeseit, illetve angyalkáit és öregjeit, pásztorjait emeltem be, mert sokkal közelebb áll a magyar emberhez, az ő lelkéhez. Az olvasmányok, útmutatások és lelki munkafolyamatok egyszerre, amelyek Jézus születését és az ő tanításait helyezik a középpontba. A napi feladatok elvégzése pedig lépésről lépésre visz egyre közelebb az ünnep békés megéléséhez. Egy szóval, ennek a könyvnek a segítségével lelkileg bárki megteheti az utat Betlehembe.